Mind a tavasz, mind az ősz csonkára sikeredett a tekézők számára. Az előző bajnokság végeredmény nélkül ért véget a koronavírus járványnak köszönhetően, és az őszi fordulókat sem sikerült maradéktalanul megrendezni, mivel gyakorlatilag minden csapatnál produkáltak pozitív mintát a játékosok vagy vezetők. A legmagasabb osztály 12 csapatából 4 búcsúzik a szezon végén, így valamennyi meccsnek kiemelt jelentősége van. A nyíregyháziak 5-ször léptek ősszel dobóállásba, és bár a 2 győzelem mellett 3-szor vereséget szenvedtek, bizakodva várhatják a folytatást. Sok-sok idegenbeli mérkőzésünk volt ebbe a csonka szezonba, és számunkra nagyon fontos volt, hogy Kazincbarcikán tudtunk diadalmaskodni, illetve az utolsó 7. fordulóba Csákány Dorosztón is egy meglepetés győzelmet sikerült összehoznunk, így lépés előnyben vagyunk a kieső zónához képest. Jelen pillanatban a 7. helyen posztol a csapat, több elmaradott mérkőzéssel, mint az átlag, úgyhogy mindenképpen úgy gondoljuk, hogy bizakodóan várjuk az elmaradt mérkőzések pótlását, és majd azt követően a tavaszi forduló megindulását. Azonban addig tovább folynak az edzések, és még talán majd januárban egy edzőmérkőzést majd tudunk a Debrecen csapatával oda-vissza majd megvívni, abban az esetben természetesen, hogyha majd a kormány feloldja a gyülekezési problémákat. Hát bízunk benne, hogy egy kicsit ennek tudatában, de mégis tudunk edzeni és készülni a beinduló következő félszezonra. Az Országos Szövetség a többi hazai sportági szövetséghez hasonlóan mindent elkövet azért, hogy befejeződhessenek a csapatbajnokságok. A szövetség feláldozza majd azt, hogy az országos egyéni versenyek elmaradjanak, amik általában májusban szoktak, május végén szoktak lenni, és azt talán elteszi majd a következő tél végére, illetve folyamatban van a Nemzetközi Teke Szövetségnél is, hogy a májusi szokásos világbajnokság is eltolódik, és hogyha ezek így tolódnak, akkor valóban, ha nem lesz különösebb vírushelyzet, akkor tényleg van reális esély arra, hogy abszolút befejeződhessen ez a bajnokság, és valóban egy teljes szezon tudjunk majd zárni. Úgyhogy a szövetség jelen pillanatban azt lehet mondani, hogy kivár, de az előjelek tükrében úgy gondoljuk, hogy komoly szansz van arra, hogy május végére egy komplett bajnokságot vívhatunk majd, és nagyon bízunk benne, hogy természetesen a végén örülhetünk, és nem leszünk benne a 4 kieső csapat között. Most minden olyan előjelünk van, hogy boldogan készülhetünk majd a folytatásra, és valóban ez talán a legnagyobb motiváció, hogy nagyon oda kell majd figyelni az első mérkőzésünkre, a pótlásokra, és számunkra csak ez adhat erőt most jelen pillanatban. 7 fordulót követően egy csapat, a Szeged 100%-os a Szuperligában. A tabellán 4 ponttal a 7. helyen álló NTK-t 3-3 pontos csapat követi, de mindannyian több meccset játszottak a nyíregyháziaknál.